Jó estét, jó estét! Ne kivágassunk már, mint egy ilyen komótos kocsmába a faszomat. Jó estét, szerbusztok, szia, hello! Mindenkinek puszika! Jaj, de jó, hogy itt vagy! Ó, de jó látni téged! Ó, de! Ne hülyésked! Te vagy az! Jaj, de örülök neked! Menjetek a faszomba! Úgy is tudom, hogy csak a játék érdekel! Befejezni, mert ha egyszer elkapom azt a kis ringyót, akinek már széjjel daráltam az egész családját, és most végre őt is, akkor igazságot fogunk szolgáltatni, kérem. Aféle Rezső módra. Olyan igazság lesz, amilyen nincs is, bazd meg. Elkapjuk azt a redves kis senki házit. Jó, van, gyere te is. A tökéletes fejlővések ura vagyok. Nesze köcsög, ez az! Még egyet kapjon, úgy van! Ennyi lőszer a világon nincs! Hát hova faszomba lőjek ennyi? Ennyiszer, ennyi! Na! És van az, hogy te nem veszek észre szarrágyó, mi? Nem mertél idejönni, megvártad át, ha kinyírnak a többiek, azt egy majd a végén segverülsz, mi? Egy gyökerek vagytok mindahányan! Annyit levágtam már ezekből, mint a szemét! A kakimanók nem pálják! Rezső nem zavar, hogy a mogás mindig könnyékig a seggedben matad. Jaj, de vicces vagy, köcsömöccse! Nem! Ő a lelkem. Ó, nézd már meg! Azt hiszik, Rezsőként majd beátbasszák egy csapdával, mi? Ecsögök! Nem gondoltátok, mi? Jaj, de gyökerek vettek. Nem szeretem, mikor hülyének néznek az a helyzet. Kurvára lesz! Hát, bazd meg! Ennyit írni a semmiről? Komolyan mondom, bazd meg! Ennyi ideje van! Bezzeg a herkát, azt szeretjük! Jó van? Ott a kis kurva, nézed meg! Ajaj, itt bevaszott a fater, kihányta a belét, azt meg is pusztult, úgy látom. Csúnya dolog az alkohol, bizony-bizony, egy kislányból egy ilyen okádó állatot csinál. Nézzük itt, mi van! Ezt nyitottam. Oh. Na most aztán kezdődhet a buli, gyerek. Ezt most majd a Rezsőke valahova bedöfi. Ezt kell beadni a főgenyára, fogadjuk. Beadom neki, ezt meggyógyul a gecibe. Petkező van, this project is interesting. Tell you, the one the next boss, next boss. És jöhet a next boss. Imádom a next boss, bazd meg 7 oldal, végigolvasom, persze, hogy végig, én értem, gondolom, ti is értitek, húzzunk a kecibet tovább. Na, ó, ez lesz az. Jaj, már megint térdig gázolok a fosban, biztos, hogy valaki előjön onnan, ez egyértelmű. Na, énekel a kislány, jó van. Hiába énekelsz, nem szopom be. Tudom, mekkora ribanc vagy, hol vagy? Next boss! Te-re-re-re-re-re! Szét leszel lőve, geci! Na, mi van? Bekussolt, hallja, hogy jövök! Ó, kurva anyádat, vakítsad meg, bazd meg, hát semmit nem látok! Szállja, te kurva anyádat! Az egész bincsi miatt nem szerelkeztem föl rendesen, az megyek, mint egy fasz egy szál késsel, bazd meg, mert én biztos kurva nagy geci láda lesz. Itt lesz a kis csaj, meg a 800 haverja. Az összes óvodás kis köcsög rám fog ugrani. Gyerünk! Nézd, ott a tolószék. Hol van a mama? Ne basszál föl, a mama föláll. Tudtam, hogy ez lesz. Jaj, ott a babája is a kurva mamának. Levél. Na, ez is a mama. Itt hagyta a fényképét.
Mi van, tudsz járni, mama, vagy mi a fasz? Ó, te ribanc! Most megvagy! Meg ne mozdulj! Erőség! Szépen térdeljél le! Kezeket a tarkóra! A kurva anyád, megszökött! Turn to kill you! Ne kiljúzzál, ne kiljúzzál, gyere ide, aztán beszéljük le! Gyere, állják ki a óra! Dobd fel a kezedet, kis hiba! Rendezzük már le, ne menekülgessünk itt, jó? Mi eszem valaki? Mi? Hát hülyének nézel te? Ha-ha, hallod ezt? Mi ez? Hátba kell baszni az ember fiát! Hát vészel te! Riherolj! Hoppad meg! Most megint eltűnt, mik ezek? Látomások? Hát én nem is kell félni. Jaj, de nem félünk a takonytól, takonytól, takonytól. Nem ez meg, csak megkóstol, megkóstol. Lehet, hogy kivittem a játékot, gyerekek. Ha! Most jut el? Ó, bát, meg ott rohadt. Gyere ízze! Kinyitom már az egész családodat hatszor, hol vagy? Ne inkeljen oda menjek! Szok! Kirög! Szót kell fogadni az idősemnek, hallottál? Ott vagy! One of us. Gyors vagy, igen? And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. Most. No! Get the hell away from me! De, de, inekció! Jön a doktor már! Ah! Hátom felé, baszd meg! Majdnem megvolt a kis kurva! Hova hagyj engem békén, úgy kérdezik, lalalá, már hagyjál már tényleg, menjél már ezt, álljál már, még gondolatnak aki szar vagy te, hagyj engem békén, ott van, na, mekkora fingod van, szétszedjük, na, most a kapádba a puskatus tesz, a kurva ilyen. Ennyi, nem lesz a lipolánzás cserébe a kurva anyádat. Jó. Ne. Elbasztam, illetve a mamát oltottam be. Ó, de kellemetlen. Jajjaj. Ajjaj. Már így egymás mellé fekszik. Vége van, gyerek! Mit csinált a Rezső bácsi? Elsőre. Én a faszomon szoktam lecsúszni ilyenkor, de mindegy, azért is elég kemények vagytok. Na mi van, köcsög, ne nézzél, vigyél, lássál el, rakjuk össze, adj egy pálinkát, valamit. Mi ez a, nézzél, Mikulás zene, bazd meg. Karácsonyban. Ethan? Oh, itt van a megcsalt. You made it. I'm glad. Did I? Én nem haverkodnék vele, megmondom a őszintén. What a long night it was. Kurva szép itt a mocsár fölött a naplemente. Me and I weren't the only victims here. Igazából jól érzem magam, volt kisebb kőgésem, meg egy kisebb aranyért kijött a nagyobb esélycsektől, de attól függetlenül már minden a legnagyobb rendben van, holnap már meccsen is tudnék játszani, ha bármelyik foci csapat is megkérne, de hát bármelyik meg, mert egy öregasszonyt is egy
I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. With all this behind us. Maybe this is where the next door opens. De alapvetően a kakimanók még mindig lehetnek bárhol a világban, mert szar, hol, van, lesz! Összességében végigcsináltuk. Kivittem, mint a szemetet úgy a játékot, érted? Mind a gondolkodásában, mind egyébként elmondhatjuk, hogy maximálisan megcsináltam, gyakorlatilag hiba nélkül. Én ezeket a horror szarságokat lehet, hogy odaadom a mogásnak, basszodjon ő vele, ha nem akar aludni, én lefosom. Fontos, hogy itt voltatok, és hogy fogtátok a kezemet, nehogy megijedjek, de nem is ijedtem meg. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy nagy befocsás nem volt. Mondjuk így alvás közben néha így lerúgtam magamról a lepedőt, és fölálltam, mint egy G.I. Joe, bazd meg. Te tudod képzelni, ha megijedek valamit, hogy mennyire gyorsan kelek föl, bazd meg. Tehát gyakorlatilag így olyan, mintha egy ilyen sűrített levegővel felfújnák a lepedőt a gecibe az égbe, és most már alatta állok mesztelenül rá egy ezred másodpercre, és feszülök, mint egy kobra, érted? Mint a Bruce Lee, úgy pattannak meg az erek a testemben, aki akkor arra van, upi csárugva, hogy elszáll a gecibe. Elmegyek a szarok egyet, mert ennyi kakimanót nézni, érted? Nem csoda, hogy az ember befosik, hát befosik.